Szervusztok és jó napot kívánok, boldog új évet kívánok. Nem csak a mi hármunk nevében, hanem az ÖSZP megyei szervezeti nevében, hogyha ez nem túl hangzik túl fellengzősen. Amiért pedig megköszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat a sajtótájékoztatóra, az az a különös ok, hogy az év utolsó napjaiban a közlekedés szempontjából felbojdult Magyarország. Olyan kormányzati intézkedés sorozat kezdődött az év elején, ami biztosan állíthatom, hogy példanélküli a rendszerváltás utáni időszakban. A kormány egyeztetés nélkül, érdemi vizsgálatok nélkül bevezetett egy új matricarendszert és egy új díjrendszert. Ebben fizetőssé tett olyan pályaszakaszokat, amelyek eddig nem voltak azok. A Magyar Szocialista Párt a következőket tette, kezdeményezett. És azért akarunk erről hárman beszélni, mert részben meg kell világítani ennek a parlamentben lezajlott jogi körülményeit, meg kell világítani a politikai körülményeit, és szeretnénk beszélni arról, hogy helyben mit kívánunk tenni a megyében, illetve Nyíregyháza városban, azért, hogy ez a helyzet megváltozzon. Éppen ezért szeretném bemutatni Regény Zsolt országgyűlési képviselőt, és Nagy Lászlót, a Nyíregyházi Önkormányzat MSZP frakcióvezetőjét, akik erről fognak beszélni. Jó magam, Tukacs István, a Parlament Törvényalkotási Bizottságának tagjaként arról szeretnék szólni, hogy mi zajlott a magyar parlamentben az év utolsó napjaiban. A Magyar Szocialista Párt benyújtott egy határozati javaslatot a parlamentnek. Ez a határozati javaslat azt tartalmazta, hogy mind a fizetőssé váló budapesti M0-ás körgyűrű és bevezető szakaszok, mind pedig az országban lévő és főleg a megyeszékhelyek közlekedését segítő fizetőssé tett elkerülő utak legyenek díjmentesek. Az MSZP arra szólította fel a kormányt ebben a határozati javaslatban, hogy a rendeletalkotásnál ne alkalmazzon díjfizetési rendszert, egyben tett egy kezdeményezést is, ami arról szólt, hogy hogyan lehetne megkönnyíteni mindazok helyzetét, akik közlekednek. A kezdeményezés arról szólt, hogy a 10 napos helyett legyen 4 napos vagy rövidebb határidejű matrica is. Az MSZP vitanapot kezdeményezett, vagyis nem vitanapot, hanem egy normális parlamenti ülést napirenddel, amelyben az volt a vágyunk, hogy ezt a határozati javaslatot vitassuk meg, és fogadják el a parlament képviselői. Hát tragikomikus volt az a nap, hiszen ezen a parlamenti ülésen az ellenzék képviselőin kívül lényegében nem jelentek meg a kormány képviselői. Mindazok a kormány képviselők, akikre itt szeretném felhívni a figyelmet, most próbálnak meg valamiféle engedményeket kicsikarni a saját kormányukból, most ébrednek rá, hogy mekkora nyomás alatt vannak mindazok részéről, akik közlekednek, most jönnek rá, hogy még velük sem egyeztettek érdemben, és most próbálják meg eljátszani azt, hogy ők mégis szeretnének valamit tenni ebben az ügyben. Ezért tehát az első megállapításom parlamenti ügyekben az, ott kellett volna lenni. Ez ilyen egyszerű. Megvitatni, megbeszélni, kezdeményezéseket tenni. Nem lényeges, de azért jelzésértékű az, hogy ugyanezen a napon, amikor a Fidesznek valamiféle mutyiát kellett törvényekkel szentesíteni, a kormánytöbbség természetesen délután jelen volt a parlamentben. Nem volt tehát akadályoztatva abban, sem fizikailag, sem más módon, hogy részt vegyen ebben a vitában. Én tehát azt gondolom, hogy a parlament kormányzati többsége nem tette a dolgát a magyar parlamentben az útdíjak kérdésében, nem volt hajlandó erről beszélni, és most szembesül azzal az elképesztő helyzettel, amit okozott. Ennyit szerettem volna mondani, és átadom a szót Legény Zsoltnak. Köszönöm szépen. Ahogyan Tukacs képviselőtársam említette, parlamenti vitanapot kezdeményezett az MSZP frakciója ebben a kérdésben. Azt szeretük volna, hogyha megvitatjuk ezt a dolgot, hiszen az a határozott állításunk, hogy ezzel az új útdíjrendszerrel egy újabb sarcot vezetnek be a fideszes képviselők és a fideszes kormány. Egy újabb bőrt akarnak lehúzni az emberekről, az egyébként is kivéreztetett magyar társadalmat egy újabb teherrel próbálják meg még nehezebb helyzetbe hozni, hiszen eléggé, mondjuk úgy, hogy álságos azért a Fidesz propagandája és a kormány propagandája, amikor azt állítja, hogy
ez sokkal kedvezményesebb és sokkal jobb helyzetbe fogja majd az embereket hozni, hiszen amiért eddig nem kellett fizetni, azért most már fizetni kell majd. Ez ugye a megyét például abból a szempontból érinti teljesen hátrányosan, és a megye lakosságát is, hogy a nyíregyházi elkerülő szakaszokat, amelyeket mondjuk ha Záhony, Kisvárda és a megye északi részéről próbált volna valaki eljutni akár Debrecenbe, akár az ország déli részére, akkor Nyíregyházát el tudta volna kerülni. Ezt most már nem teheti meg díjmentesen, mint ahogyan eddig megtette. Éppen ezért azt mondjuk, hogy teljesen álságos a Fidesz és a kormány propagandája és mondása, miszerint ezzel az emberek könnyebb és jobb helyzetbe kerülnek, hiszen most már fizetni kell majd azokért a szakaszokért, amelyért eddig nem kellett fizetni. Miniszterelnök úr ma reggel az M1 Kossuth Rádió műsorában bejelentette, hogy még néhány hétig várják az ezzel kapcsolatos jobbító javaslatokat, szándékokat, akkor innen is szeretnénk üzenni és mondani mind a kormánynak, mind miniszterelnök úrnak, hogy a mi jobbító szándékunk és jobbító javaslatunk az az lenne, hogy vonják vissza úgy, ahogy van teljes egészében ezt a jogszabályt. Sajnos nincsenek illúzióink, azt is egyértelmű tette miniszterelnök úr, hogy szerintük ez egy jó rendszer. Éppen ezért nem hiszik, hogy ezt vissza fogják vonni, de erre szólítjuk fel mind a Fideszt, mind a kormányt, hogy vonja vissza, és természetesen erre szeretnénk felszólítani a megyei kormánypárti országgyűlési képviselőket is, hogy vessék latba minden tekintélyüket, politikai lobby erejüket, és érjék el, hogy ne kelljen fizetniük a szabolcsi embereknek. Még egyszer mondom, ez egy újabb sarc, egy újabb, ha úgy tetszik, adókivetés, vagy egy újabb olyan megszorítás, amellyel az emberek most, amit eddig ingyen használhattak, azt ezután már csak pénzért tudják használni. A Magyar Szocialista Párt frakciója számára teljesen elfogadhatatlan az, hogy az egyébként is nehéz helyzetben lévő magyar társadalmat még tovább terhelik, és még több bőrt akarnak róla lehúzni. Éppen ezért határozottan az az állításunk, hogy ezt a tervezetet úgy, ahogy van, vissza kellene vonni. Január 1-től, mint tudjuk, hatályos, tehát már most szembesülnek vele az emberek, hogyha szeretnék Nyíregyházát elkerülni, akkor azt már nem tehetik meg díjmentesen, mint ahogyan eddig. És nem csak Nyíregyházát érinti értelemszerűen ez a dolog, hanem minden megyei jogú várost, amely mellett mennek, és természetesen az M0-as körgyűrű és az M1-es és a magyar autópályák bevezető szakaszait a főváros felé. Magyarán mondva, szinte mindenki fizetni fog azért, amiért eddig nem fizetett, éppen ezért tehát számukra ez teljességgel elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Nagy Lászlónak adom át a szót, nem mellékesen megjegyezve, hogy mindezen érvek mellett még erős a gyanú, hogy alkotmányellenes jogszabályról van szó. Ugyanis az alaptörvény azt tartalmazza, hogy kellő időt kell a jogszabályok alkalmazásának megfelelő, hát hogy is mondjam, csak körülmények előállításához adni. Magyarul az állampolgároknak joga az, hogy legyen idejük felkészülni egy jogszabály következményeire. Nagy Lászlónak, Lacinak adnám a szót. Köszönöm szépen, köszöntök én is mindenkit. Azt kell mondanom, hogy a Fidesznek a második merénylete Nyíregyháza ellen az, ami most történik. Az első 2000-ben történt akkor, amikor teljesen sajátságos szempontok alapján az M3-as autópályának anyagvonalát megváltoztatva Nyíregyházát belekényszerítették abba a helyzetbe, hogy nagyjából 15 km-re hosszabb nyomvonalon keresztül juthatunk el Budapestre, mint ahogy az eredeti nyomvonal ezt megengedte volna a nyíregyháziaknak és a Szabolcs-Szatmár-Berek megyeieknek. A második merénylet most következett be, hiszen nem csak Nyíregyházát, hanem gyakorlatilag nagyon sok megyei jogú várost belekényszerít egy olyan helyzetbe, hogy az eddig megépült elkerülő utak használatát gyakorlatilag forgalmon kívül akarja helyezni a Fidesz. Nyíregyháza szempontjából ez azért érdekes, ahogy Legény Zsolt is említette, hogy a megye északi részéről, területéről, Vásárosnami, Záhony, Kisvára térségéből azon a keleti elkerülő úton juthattak el a közlekedők, akár Debrecen irányába, akár az ország déli részét megcélozva, amelyet eddig nem kellett fizetni. Ennek az elkerülő útnak ez volt a legnagyobb hozadéka, ami a várost érintette. Kíváncsi vagyok arra, hogy mindaz az önkormányzati képviselők, akik területén
önkormányzati képviselői területén keresztül haladnak azok az útvonalak, amelyeken keresztül eljuthatnak majd az elkerülőt kihagyásával vagy mellőzésével akár a 4-es számú főútra, mit szólnak ahhoz a forgalom növekedéshez, ami várhatóan be fog következni Nyíregyházán. Nincsenek illúzióink. Azok az emberek, akik kényszerből vagy rosszabb anyagi körülmények között élve kell, hogy használják ezeket az utakat, nem fogják megvásárolni sem a megyei matricákat, sem az autópálya matricát. Keresik fogják azokat az útvonalakat, amelyek számukra ingyenes használatot biztosítanak, ez az ingyenes használat pedig csak a városon keresztül történhet meg. Tehát újra számolnunk kell azzal, hogy megnövekszik majd a Nyírtúráról, Nyírpazon felől érkezők, 4-es számú főutat használók száma. Számolnunk kell azzal, hogy az Orosi út forgalomnövekedése is tapasztalható lesz, és számolnunk kell azzal, hogy Nyíregyháza belterületén a Nagykörútnak azon szakasza, amely akár a nyírpazonyi térségből, akár az orosi térségből érkező átutazókat fogja majd a városba behozni, és a Debreceni útnak pedig a forgalom növekedése teljesen egyértelműen látható ebből. Mi azt javasoljuk egyetértve azzal, amit az országgyűlési képviselők elmondtak, hogy ezt a jogszabályt úgy, ahogy van, el kellene felejteni. De illúzióink nincsenek. Tudjuk, hogy a Fidesz nem fogja belátni a saját hülyeségét. Nem fogja eltörölni ezt a jogszabályt. Ugyanakkor azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy az M3-asnak a 227-234-es szelvények közötti keleti elkerülő út szakaszát, illetve ennek a díjmentességét biztosítsa. Éppen ezért mi a jövő héten kedden délután 3 órakor egy demonstrációt szervezünk. Ennek a demonstrációnak a helyszíne a Debreceni útnak azon szakasza, ami az autópálya elkerülő vagy lehajtó része lesz a 226-os kilométer, 4-es számú főút 226-os kilométerénél, és várjuk mindazokat, akik úgy gondolják, hogy ennek a rendszernek a bevezetése indokolatlan és felesleges terheket ró akár Nyíregyházára, akár a megye valamennyi lakosára, akik ezen autópálya szakaszokat továbbra is ingyen szeretnék használni. Arra is felszólítjuk a nyíregyháziak nevében a megye, a város országgyűlési képviselőjét, de azt gondolom a megyei országgyűlési képviselőjét is, a fideszes országgyűlési képviselőket, hogy minden esetben tartsák szem előtt akár a város, a városlakók, akár a megyében élőknek az érdekeit, és akkor, amikor netántán ezzel a jogszabállyal újra foglalkozni fog a parlament, ne a pártpolitikai elvárásokat adják át a szavazatukkal, hanem a megye és a város lakók érdekeit tartsák szem előtt. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Nyilvánvaló, hogy bejelentésünk mindhármunk részéről azt erősíti, hogy ezt a demonstrációt meg kell tartani. Ha megengedik, vagy megengeditek nekem, hagyj húzzak alá egyetlen mondatot, amit Laci elmondott. Várunk mindenkit. Várunk mindenkit. Ez nem az MSZP rendezvénye, az MSZP lehetőséget nyújt erre a tiltakozásra. És minden jó szándékú embert várunk, autóval vagy autó nélkül erre a helyre. Ha van kérdés, akkor szívesen válaszolunk. Még egyszer az időpontot kedd. Délután 3 óra. Jövő hét kedd, délután 3 óra. 13-a 15 óra. 13-15. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy meghallgattatok bennünket. Köszönjük.